Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Augusztusban köszönthettük volna 80. születésnapján Bokros János tanárt, költőt, aki sajnos idestova 30 esztendeje nincs köztünk. Róla fogunk beszélgetni, illetve annak kapcsán hívtam meg vendégeimet, hogy az augusztusi, tehát a Szent István ünnepséghez kapcsolódva hagyományos módon átadták a láncos szegfű ösztöndíjakat, és ebben az esztendőben Bokros Judit is ösztöndíjat kapott, mégpedig azért, hogy édesapjának, Bokros Jánosnak egy emléktáblát szenteljen, illetve egy grafikai kötet, illetve grafikák, emléklapok jelenhessenek meg. Vendégeim Bokros Jánosné, Bokros János özvegyet, csókolom a kezét. Jó napot kívánok! És Bokros Judit, Bokros János lánya. Szervusz, a Fejér megyei Hírlap remek újságírója. Köszönöm, hogy itt vagy velünk, tisztelettel köszöntelek még egyszer. Nos, hát ugye idestova 3 évtized óta nincs velünk Bokros János. Azt kell, hogy tudjuk, hogy 1967-ig kell, hogy visszamenjünk, tehát fél évszázad az időben, amikor a József Attila gimnáziumban elkezdett tanítani magyar történelem szakon. Emlékezzünk vissza egy ilyen időszakra. Ugye nagyon is más világ volt. Az új gazdasági mechanizmus az már működött, majdnem csak, ugye 68-tól, de 67-ben ugye röviddel később önök megházasodtak, illetve házasságot kötöttek. Milyen volt az élet Székesfehérváron egy fiatal pedagógus pár számára? Hát éppen a papírokat átböngészve került ez a kezembe, a kezdő fizetésről szóló papír. Hát akkor valami 23 ezer forint volt a kezdőfizetés, és osztályfőnöki pótlék 100 forint. Én kezdettől fogva osztályfőnök voltam mindig, és a János is általában volt osztálya a Józsefben mindig. Ő nagyon szeretett osztályfőnöknek is lenni, a gyerekekkel maximálisan törődött, sokszor meg is látogatta a szülőket, sokszor beszélgetett velük. Órákon hát a hivatalos tananyagot vették, de hát amellett ő tanított népdalokat énekelni. Tehát elég sokat énekeltek is, de hát ezek mind olyan énekek voltak, amik valamilyen vonatkozásban kapcsolatban voltak a magyar irodalommal, vagy esetleg a történelemmel. Akkor is rendkívüli felelősség volt magyar történelem szakos pedagógusnak lenni, hiszen a három gimnázium Székesfehérváron, a Vasvári, a Teleki és nem különben a József, arról volt híres, hogy a válogatott pedagógusok voltak, tehát a Vasváriban Román, Sobor, Dienes Otto, Telekiben, illetve hát a tanárúrék pedig a József Attila gimnáziumban. Milyen volt a pedagógus lét azon felül, hiszen a rendkívüli felelősség az mindig tetten érhető, aki a pedagógus hivatást választja, azt tudja. Hát igen, voltak olyan kötelezettségek, amiket hát vállalni kellett. Például ő is járt többször ilyen kiegészítő tanfolyamokra, ezekről még a bizonyítványa is megvannak. Lányom még nevetett is rajta, hogy ilyen marxista egyetem, vagy esztétikát elvégezte, erről kapott aztán bizonyítványt. Hát ugye voltak elvárások, pedagógusnak templomban nem nagyon
lehetett járni. Igen, tehát egy nyakas kálvinista volt, nagyon is jól tudjuk, tehát ez egy furcsa világ. Ugyanakkor verseket írt. Hogy jöttek a versek? Mikor volt, amikor társként, feleségként, lelke jobbik feleként szembesülnie kellett azzal, hogy bizony az én magyar történelem szakos férjem verseket ír? Hát ő a verseit már akkor mutatta, amikor udvarolt. Ezek legénykori versei voltak. És én, hát nekem tetszettek ezek a legénykori versek. Akkor, amikor nekem elkezdett udvarolni, akkor tulajdonképpen ő nem is olyan nagyon ért. Elég sokan betegeskedett a 60-as évek végén, meg a 70-es évek elején, mert ilyen sok ízületi gyulladást diagnosztizáltak nála, és ezzel kezelték évekig, de nem lett jobban, sőt nyaranként sokszor annyira rosszul érezte már magát, hogy kórházba kellett mennie, és akkor az egyik ilyen kórházi kezelés során javasolták, hogy Pestre vigyék fel, és ott nézzék meg orvosok, és kiderült, hogy nem sok ízületi gyulladása volt, hanem köszvénye. És amikor megtalálták, hogy mi az igazi betegsége, onnantól kezdve jól volt, mert kapott olyan gyógyszert, ami a köszvénynek a következményeit kiküszöböli, és akkor már ott írni is. Tehát tulajdonképpen olyan 77-től, 78-tól kezdve írt, aztán újult erővel. No, hát versek. Júci, a kezedben az emlékkönyv van. Ennek kapcsán én hadd idézzek egy sárkeresztúri nagyszerű barátunk Bella István sorait, hiszen sárkeresztúri volt édesapád is. Az egy csodafalu lehetett, ahol két ilyen csak B betűsből ilyen csodák nőnek fel. Kedves János, írja Bella, a te verseid épp oly tiszták, mint a falunkat félkarjával átölelő nyugodt, csendes hullámzású, fényes gyerekkori patak volt. Szavaidban meg is fürödhetünk és fel is frissülhetünk. Amikor hasonló idézeteket hallasz, mit gondolsz, hiszen napról napra olvassuk az írásaidat, és általában is az irodalomban élsz, az irodalom közelében vagy, annak mélységeit kutatod. Hogy mit gondolok Sárkeresztóról, vagy az irodalomról? Általában Bokros János verseiről. Az ő verseiről. Mikor találkoztál egyáltalán először édesapád verseivel? Hát, ezt nem tudom pontosan megmondani. Te meg tudod mondani? Hát, te olvastál fel nekem? Akkor, akkor már ő rendszeresen írt, amikor a Judit megszületett, a fehérvári újság zsibongó rovatába. Tehát és a Fejér megyei hírlapba írt a zsibongó. Megyei hírlapba, igen. És hát ezeket általában felszoktuk neked olvasni. A gyerekben. De hát ugye erre nem nagyon emlékszem. Igen, hát igen. Gyermekfővel veszítetted el édesapádat, úgyhogy, de később rátaláltál azokra a versekre, ami miatt nem kívülállóként természetesen, de az irodalombarátok is kalapot emelnek. Igen, de ez később volt jóval, tehát szerintem ezeket az úgymond felnőtt verseit kezdtem el én olvasgatni már ilyen tizenévesként. Tehát az eszmélés korában. Igen, meg 20 évesen, de még akkor még mindig nem éreztem meg ezeknek a, szerintem sem a lényegét, sem úgy nem tudtam átérezni őket kellőképpen. Tudtam, hogy az apukám írta, elolvastam őket, mindegyik kötetet, de annyira nem fogtak meg. Szerintem még nem voltam hozzá elég érett, vagy nem tudom, mi lehetett, de aztán igazából akkor, amikor én Szegeden tanultam 5 évig, és aztán visszajöttem ide, itt kezdtem el dolgozni, és a Vörös Marti Társasággal is kapcsolatba kerültem, a Bakony István révén, a Bobori Zoltán révén,
És hát valahogy így fölmerült, hogy ugye apukám neve, és hogy ugye ő verseket írt, akkor valahogy kiderült, hogy van 33 gyerekvers, maradék gyerekvers, igen. És akkor ők elkezdték szorgalmazni, hogy ezeket meg kellene jelentetni, akkor pályázzon meg a Láncösszeg fő-ösztöndíjat, akkor ezt megtettük, és akkor ugye így jelenhetett meg a Mesék mezején, ami a 33 addig kiadatlan, de egyébként apukám által összeszerkesztett gyerekverset tartalmazza. Igen, ez 10 esztendeje történt. Egyébként ez is egy évforduló, igen, erre időközben jöttem rá, hogy ennek 10 éve van idén. Tehát, hogy az ugye ez megjelenhetett, ezután kezdtem el foglalkozni a többi verssel is, és akkor úgy nagyon elkaptam, hogy úgy mondjam, vagy rákaptam az ízére ezeknek a verseknek, és tulajdonképpen valahogy ez hívta elő, illetve az a sok találkozás és ismerettség, amit kötöttem egyre többet így a fehérvári kulturális életben, ahogy én is egyre több embert megismertem, ez hívta elő, és az apukámról hallott történetek ennek az emlékkönyvnek az elkészítését, ami pedig már tartalmazza ez 2011-ben jelent meg, szintén a Láncösszeg fő-ösztöndíjnak köszönhetően, és ez már tartalmazza az még életében megjelent két önálló verses kötetének anyagát, az Imádság örömért, a Hetedik napon anyagát, tartalmazza a Mesék mezején gyerekverset, ami ugye posztumusz jelent meg, gyerekverses kötet anyagát, és nagy segítségemre volt Román Károly, ugye, aki az apám sajnos szintén nincs köztünk, aki válogatott, tehát válogattunk bele olyan verseket, amik kötetben nem jelentek meg. Fiatal, például ezeket a fiatalkori verseket is beletettük, amit ő szerkesztette. Egyébként ugye beszéltünk róla, hogy olvasta a verseit. Mi volt akkor a véleménye róla, hiszen az a fajta sárkeresztúriság, ami Bella Istvánt is jellemezte, az Bokros János verseiben is megmaradt. Nem véletlenül írta Bella István, amit írt, és később Román Károly az emlékkönyv kapcsán is, ugye Márait idézve, ezt majd később, hogy a nézők is értsék, el fogom mondani. Miként érintette meg önt ez a vers folyam? Hiszen ez abszolút speciális. Én azt gondolom, hogy annyira önálló, annyira egységes ez az életmű, nem túl sok vers, de életműnek nevezhetjük bátran, hogy tényleg egyedi. Hát a szülőföldjét nagyon szerette, tanárkorában is minden héten ment meglátogatni a szülőket, amit tudott segített. Most hát ő gyerekkorában is már sokat segített, paraszt gyerekeknél ez így volt, hogy amikor már serdültek, akkor már besegítettek a gazdaságba. Most ő is, és ezek az élmények megvoltak benne, és ezek az élmények tükröződnek a verseiben is. És hát én nekem ezek a versek tetszenek most is, nem csak akkor, amikor először találkoztam velük, hanem most is, mert én szerintem annyira közvetlen kapcsolatban volt a szülőföldje embereivel, hogy minden rezdülésüket meg tudta figyelni és leírni. Nagyon jó, hogy ezt mondja, mert akkor most legalább ehhez kapcsolódva felolvashatom, amit Román Károly tanár úr mondott az emlékkönyv szerkesztőjeként. Ugye Márairól beszéltünk. Kollégák voltunk Bokros a József Attila gimnáziumban, én a Vasváriban. Makacs és Heves lokálpatrióta volt, de sohasem provinciális. Márai szerint az írók, a kíváncsiság, a féltés, az emlékezés kényszerétől hajtva járnak vissza szülőföldjükre. Minden író, költő ugyanazt a tájat festi, a gyermekkor tájait. Örökké hazajárnak, akkor is, ha a világról beszélnek. Ezek alátámasztják mindazt, amit ön megélt társként, amit nyilván a lányaként lehet, hogy még ifján nem figyeltél erre, de azt hiszem, hogy így utólag minden egyes szava igaz Román tanár úrnak. Igen, én is nagyon érzem a verséből ezt a mély kötődés Sárkeresztúrhoz, meg a szülőföldjéhez, ugyanakkor Fehérvárhoz is, tehát a másik kötődése ez meg ehhez a városhoz fűzi nagyon.
és ezen belül is mondjuk az iskolájához, ugye, ahol egyébként ő elkezdett tanulni, és középiskolában, akkor még ugye József Attila gimnáziumban, aztán pedig ide visszatért tanítani, tehát ehhez az iskolához is nagyon, nagyon kötődött, ezt is megfogalmazza a verseiben. Beszéljünk a hitéről, amikor az egy nem elszólás volt, hanem a kortársai mondták, hogy igenis egy nyakas kálvinista volt, ezt a Bakonyi Pista is megerősítette. Hogyan lehetett hittel élni a 60-as évek közepén, a 70-es években? Hát a Bibliát nem csak olvasta, hanem ez az, amit már ott először is mondtam, hogy akkor még nem volt kötelező anyaga Biblia tanítása az iskolába, sőt, nem is nagyon volt. Hát nehezményezték volna, ha esetleg kitudódik, hogy milyen mértékben, de tanította a Bibliát. Hát, és hát olvasta a Bibliát, és ismerte a Bibliát. Ami de most templomban nem járt, mivel hát nem is nagyon volt tanácsos, ugye, templomban járni. Hát ehhez én mondjuk csak annyit tudok így hozzáfőzni, ami a versekből jön, amit abból le tudok vonni következtetés. Nekem hát egyrészt ugye vannak ezek a versei, a Kálvin pásztorháza, a Kálvin pásztornyája, a Fölépítjük a templomot, ezekben valahogy mindig azt fogalmazza meg, hogy mennyire fontos, hogy legyen egy vezetője a nyájnak, de hogy van nyája, amit már elhagyott a vezetője, úgymond. Illetve ha Fölépítjük a templomot, az is egy nagyon emblematikus vers, amit ugye Cserta Gáborék megzenésítettek nagyon jól, és ez nagyon sok irodalmi esten elhangzik. Hát ott pedig, hogy mennyire erős lehet ez a hit, és hogy a templom az nem is konkrétan feltétlenül egy épített templomra vonatkozik, hanem arra a hitre, ami belül fölépül, és ezt például Román Károly is szintén többször utalt erre. Egy félig nyitott kötetnek mindig az a dolga, hogy kinyissák és olvassanak belőle. Választotta a verset, Judit? Nem nagyon tudok választani, mert rengeteg van, akkor amit felolvasnék. Akkor találom rá, én azt gondolom, hogy, és majd azzal is búcsúzunk. Most keressünk egyet. Jó, akkor azért, mert az előbb erről volt szó, ezt azért kerestem ki hirtelen a Sárkeresztúri kötődés kapcsán, illetve mert hogy anyukám mondta, hogy az érezhető, hogy nagyon közvetlen kapcsolatban volt ezekkel az emberekkel, a paraszt emberekkel, a környezetében élőkkel, és ő maga is ismerte azt, hogy milyen dolgozni a földeken. Hát az Így mennek el címűt olvasnám fel, ami szerintem ezt szépen megmutatja. A pap beszél, a gyásznép könnyezik, letesznek ismét egy öreg magyart, és elfelejtik. Dúsvirágú sírján holnapra már a szegfő is kihajt. Kihajt, hogy aztán elhervadjon, mert ősz van újra, sápadt és hideg, és az ősz az élőknek sorát, a vénebb nemzedék sorát mindig gyilkos fogakkal tépi meg. Így mennek el egymás után szelíd, öreg parasztjaim, a titkos életnek s halálnak örök törvényű útjain. Nem hősként halnak meg dübörgő csatában, véresen, vagy nagy emberekként, akikről számot tart a történelem, hanem csak halkan, észrevétlenül, abban a másik, végzetes világban csöndes mogorván úgy ballagnak át, mint harmadhintő nyári esteken hazafelé az öreg szőlőhegyről, vállukra vetvén ásót és kapát. Ott voltunk mi is, bizonyos értelemben. Hát igen. Ez Sárkeresztúr. Ugyanakkor Pál Lajos szintén ebben a kötetben azt mondja, hogy ő három Bokros Lajost ismert, tehát három Bokros Lajos él bennem, mondja ő. Egy dionüszoszi, szenvedélyes, indulatos, a másik egy kedves, szellemes, mulatós és tűnődős, a harmadik pedig egy elmélyedő, csendesedő, és a csendben magában kint és magában bent is elődögélő. Melyik volt az, ami
ami kifelé, tehát az emberek felé különösen megjelent ebből a háromféle Bokros Lajosból? Bokros János. Hát arról talán anyukám inkább, mert hogy ugye életében ő tehát, hogy ugye van egy szenvedélyes inkább. Indulatos, egy kedves, szellemes, tűnődő, és egy csendben magányos. Hát az indulatosság az megvolt ugyan, de csak nagyon pillanatnyi volt, és hamar elmúlt az indulat, és utána mindig hát megbánta. Én, hát ez a kedves, ez a második variáció. Ugye beszéltünk arról, és kell, hogy szó essék, bármennyire is fájdalmas, meg idézzük meg azt a 30 esztendeje történteket, hiszen auguszt 29 éve pontosan augusztus 9-én temettük Bokros Jánost. Megdöbbentő. Volt előzménye? Volt előzménye. Hát volt a előzménye, igen. Igen, a betegség. Persze volt előzménye, méghozzá elég hosszú előzménye volt. A karján, a bal karján itt fölül megjelent egy ilyen piros folt a bőrén, ami nem akart elmúlni, azzal elment bőrgyógyászhoz. Ez 85-ben vagy 6-ba lehetett, 6-ba, 86-ba, karácsony előtt. És azt leoperálták neki, itt a sebészeten, illetve a bőrgyógyászaton, nem a sebészeten. És utána jó is volt, csak aztán 2 év múlva egy vizsgálaton derült ki, hogy a tüdején egy folt van, egy olyan folt, ami arra utal, hogy daganata van. Értem. És akkor ez 88, szintén karácsony előtt volt. Mert hozzá kell főzni azt, hogy hát ő általában mindig szünetekben volt beteg, nyáron is, meg télen is, mert különben ő, ha beteg volt, is ment az iskolába. Judit, a tiéd egy misszió. Bizonyos értelemben, hiszen a láncos szegfő segítségével ugyan, de, és természetes, ez nagyon-nagyon jó dolog, hogy ők segítettek. Ugye megjelentek a kötetek, és most pedig az idei elismerés, az pedig egy új gondolat, egy először is az emléktábla. Azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon fontos. A belváros dísze lesz, mondom ezt azért, mert hogy időközben, igaz, hogy utólag, de azért mindenki elismeréssel, és azt gondolom, hogy jogos elismeréssel tekint Bokros János életművére. Igen, én idén megint megpályáztam a Láncos Szegfő ösztöndíjat, mindig azt gondoltam 2011 után, hogy most már nem fogok ez ügyben, a témában, tehát apukám öröksége kapcsán pályázni, de mégis. Aminek tulajdonképpen az az oka elsődlegesen, mert a tanítványai nagyon szépen őrzik az ő emlékét, több osztály is, de én az egyikkel vagyok az első osztályával kapcsolatban, és ott több tanítvány is megkeresett azzal. De lehet, hogy mások is, nem tudom, mert pontosan nem emlékszem, hogy kellene neki emléktábla, hogy miért ne csináltathatnánk neki egy emléktáblát. Ezt először én annyira nem is tudom, úgy nem túlzásnak tartottam egy picit, vagy nem is tudom, anyukám se annyira szorgalmazta a dolgot, hogy akkor ezt tényleg valósítsuk meg, de aztán mégis úgy gondoltam, hogy mivel idén, tehát tavaly, amikor eszembe jutott, hogy tényleg hát jövőre 80 éves lenne, hogy akkor ha ennyien, ezt is ennyien mondják, akkor biztos, hogy
hogy megérdemelni, és egyébként is hát több tényleg kiváló pedagógusnak, vagy aki valakinek valamiért fontos volt, van emléktáblája a városban is, és akkor úgy gondoltam, hogy illetve úgy gondoltuk, talán másnak is volt ez az ötlete, hogy a Ciszter gimnáziumon belül legyen, hiszen ott volt, ott tanított, ott tanult, és ez az ötlet, ez fogadtatásra talált, tehát akkor a pályázat az tulajdonképpen, én vettem át az ösztöndíjat, mert én adtam be a pályázatot, de ez két alkotónak a munkáját fogja össze. Egyrészt az emléktábla lenne, amire ennek az elkészítésére Kocsis Balázs szobrászművész restaurátort kértem föl, illetve az pedig az én gondolatom volt tavaly, ez is úgy fölmerült bennem, miközben Varga Gábor Farkas grafikus képzőművésszel beszélgettem, és láttam, hogy ő csinál papírkivágatokat versekhez, Vörös Sándor versekhez is csinált, és valahogy eszembe jutott, hogy hát apukámnak is vannak versei, lehet, hogy ezek a versek is ilyesmire ihletnék az alkotót, hogy milyen lenne, hogyha milyen érdekes lenne, hogy mondjuk az ő költészete az a mai napon, a mai világban esetleg egy mai élő művészt hogyan inspirál. Nekem ez volt a gondolatom ennek kapcsán, és akkor tulajdonképpen az ösztöndíj az ennek a kettőnek a kivitelezését célozza. Tehát a grafikai munkák, amiket a szeptemberben rendezendő emlékesten szeretnék bemutatni, mert igazából az emlékévnek kettő fontosabb eseménye lesz, és ez mind már tulajdonképpen így az év vége tájékán. Tehát most szeptember 20-án 6 órakor, délután 6 órakor a Vörös Marti Társaságnál egy emlékestet szervezünk, zenés-irodalmi beszélgetős est, kiállítás megnyitóval, ahol ezeket a grafikai munkákat láthatják a vendégek, illetve szeretnénk összeállítani egy kisebb kiállítást is, ezért is vannak itt az asztalon ezek a régi fotók, például apukámról, családról, és olyan dokumentumok, amik az ő életéhez kapcsolódnak. Úgyhogy nagyjából ebből áll össze a szeptember 20-ai rendezvény, és akkor az emléktábla avatás az pedig később, de még idén lenne. Köszönöm szépen, remek gondolat. Én azt hiszem, hogy méltóságot kölcsönöz ennek a jeles évfordulónak. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltek. Én azt ígérem, hogy természetesen ott leszünk a Vörös Marti Társaságnál, és a későbbiekben is fogunk találkozni és beszélni erről. Köszönöm, hogy megtiszteltek. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Bokros Jánosra emlékeztünk özvegyével, Bokros Jánosnéval és lányával, Bokros Judittal. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!